A harmadcsepp óvodában idén is tök jó murival várják a gyermekeket több napon keresztül. Milyen programot sikerült összeállítani az idei esztendőre? Az első nap, a hétfői napon, akkor gyűjtögettük a zöldségeket, gyümölcsöket, tegnap pedig kedden jöttek a szülők, nagyszülők, és közös barkácsolás volt itt az előtérben, amit fölújítottak. És ilyenkor a szülők, tehát nagyon nagy aktivitással vesznek részt, nagyon változatos zöldségeket, gyümölcsöket hoznak, amiben ugye nagy a variációs lehetőség, és többféle dolgokat tudnak készíteni. Ilyenkor tehát nagyon örülünk annak, hogy együtt tevékenykedik a szülő, a gyerek, a nagyszülő, és akinek esetleg nem tudnak eljönni a szülei, tehát őket is pártfogások alá veszik, és együtt dolgoznak, együtt tevékenykednek. Az elkészült munkákból kiállítást készítünk, az elkészült Halloween tökökbe pedig mécsest teszünk, és ezzel még hangulatosabbá tesszük a produktumokat. A mai napon is folytatódik tovább a program, illetve a holnapi napon is lesz egy esemény. Erről a két programról mit tudhatunk? A mai nap pedig egy sportverseny lenne, egy közös tornával fogunk kezdeni, és utána pedig a Pipitér és a Pipas csoport versengeni fog, játszani fog egymással, de itt nem is a versengés a lényeg, hanem hogy jól érezze magát a gyerek, játszon, és kiélhesse a mozgásigényét, mozgásvágyát, és ezt érdekesebbé teszi, hogy ezeket a játékos versenyeket mindet zöldséggel tesszük, főleg a tökkel. Azt fogják majd gurítani, vagy különböző feladatokat fognak végezni. A holnapi napra pedig elhívtuk a Csigadúót, annak nagyon-nagyon gyerekcentrikus a zenéje, nagyon vidám zenét szolgáltat nekünk, és igyekszik, hogy a gyerekeket aktívan bekapcsolja ebbe a, ebbe a kis bulizásba. Elhívjuk erre a rendezvényre a Százszor Szép Óvodából a Ficánka csoportot is. És ugye ez az esemény fogja majd megkoronázni ezt az őszi projektünket. Ezt a programsorozatot nem először rendezik meg itt a harmadcsepp óvodában. Mi a célja a rendezvénynek? Ez már igen, tényleg, tehát sok éves hagyomány. Az a célja, hogy együtt örüljünk, együtt tevékenykedjünk a szülőkkel, akkor a gyerekekkel pedig így az ősz projekt keretébe még változatosabb, még élményszerűbb legyen a projektnek a feldolgozása, hogy az őszi zöldségekkel, gyümölcsökkel, most itt a töké a főszerep, hogy azzal tudjunk barkácsolni, azzal tudjunk játszani, így még élményszerűbbé, vonzóbbá tesszük a gyerekek számára ezeket a programokat.